A Vitkai Kovács Vera művésznőről elnevezett nemzetközi énekverseny célja az énekes utánpótlás nevelése. Idén több mint 40 szólista mérte össze tudását a versenyen. A szakmai zsűri korosztályok szerint férfi és női kategóriában értékelte a fiatal énekeseket. Sok fiatalt hallgatni, isteni. Valóban úgy énekelnek, hogy én itt van, ezt is megkönnyeztem. Mégis vannak művészek, akik azzal foglalkoznak, akik átadják az egész életüket ennek a valami remek művészetnek, ez az ének. Az énekversenyt eredetileg több naposra tervezték, azonban a külföldi résztvevők jelentős része lemondta a fellépést. A szervezők az országban hozott intézkedések miatt lemondták a verseny gála hangversenyét is. Eddig mindig a gála, a záró gála koncertjét a Városháza dísztermébe tartottuk meg, és mondhatom, hogy általában telt terem volt. Úgyhogy most ezt nagyon sajnálom, hogy nem sikerült, de valószínűleg majd, hogy elmúlnak ezek a vírus körüli dolgok, hogy meg fogjuk mégis tartani a gála műsort. Az énekversenyt a Floriart civil szervezet és az újvidéki Isidor Bájgy középfokú zeneiskola közösen szervezte meg.